Sziasztok, gyerekek! A mai mese címe Borsószem király kisasszony. Valamikor réges-régen nem csak manóból, tündérből, boszorkányból és varázslóból volt több, mint manapság, hanem király kisasszonyból is. Igaz, hogy nem minden király kisasszony volt igazi királylány, és gyakran megtörtént, hogy vagy a királyfiakat megtévesztették azok a leányok, akiknek külseje és neve hasonlított a király kisasszonyokéhoz. Ám valójában nem voltak azok. Egy messzi országban egy királyfi házasodni készült, de országa törvényei csak azt engedélyezték, hogy valódi király kisasszonyt vegyen feleségül. Elindult hát országról országra feleséget keresni magának. Ám minél több helyen megfordult, úgy tűnt, annál nehezebben találja meg a lányt, aki nem csak szép és nemes lelkű, hanem vérbeli király kisasszony is. Sok fiatal lány szerette volna, ha a királyfi feleségül veszi, aki egyébként nagyon szemrevaló legény volt. Eljöttek a palotába, a királylánynak adták ki magukat, de a királyné mindnyájukat leleplezte. Mindent megfigyelt, mert nem szerette volna, ha a fiát megtévesztik. A királyfi egyre szomorúbb és egyre elkeseredettebb lett. Látta, hogy nem tudja valóra váltani az álmát. Azonban egy este hatalmas vihar kerekedett, és amikor szikrázó villámok, mennydörgés és szakadó eső közepette, valaki erősen kopogtatott az ajtón. Személyesen a királyné ment ajtót nyitni, s ragyogó szépségű leányát ott, aki bőrigázott. Szőke haját összeborzolta a szél, ezért nehéz lett volna megállapítani, hogy királylány vagy szép parasztlány áll az ajtóban. A királyné megkérdezte, mi áradban van? Mire a lány? Így válaszolt. Király kisasszony vagyok, felség. Eltévedtem, amikor egy szarvast követtem az erdőben. Kérem, adjon menedéket, amíg a vihar elmúlik. Valóban király kisasszony vagy? Kérdezte a királyné kételkedve. Igen, válaszolta a szépséges leány. Királylány vagyok. A királyné, akinek szíve vágya az volt, hogy fiának méltó feleséget találjon, úgy döntött, próbára teszi a vendéget. Miközben a király és a királyfi gondosan a kandalló mellé kísérték az átázott leányt, a királyné a vendégszobába ment, hogy megágyazzon. Miközben megvetette az ágyat, egy borsószemet tett a matrac közepére, amire még egy matracot és sok-sok-sok-sok puha talpárnát rakott. A királyné óvatosságból senkinek sem mondta meg, hogy milyen cselhez folyamodott. S miután megvetette a leány ágyát, lement a szalomba. A vendégre száraz ruhát adtak, és kis ünnepséget tartottak a tiszteletére. Az est végén mindnyájan elvonultak a szobájukba aludni. Másnap, miközben együtt reggeliztek, a királyné megkérdezte a vendéget. Jól aludt, király kisasszony? Ó, hát szörnyű éjszakám volt, válaszolta a leány. Alig tudtam aludni, valami kemény egész éjjel nyomta a hátamat. Sajog tőle az egész testem. Királynénak bizony már nem voltak kétségei afelől, hogy a leány vérbeli király kisasszony, mert csak egy igazi királynánynak lehet olyan finom bőre, hogy ennyi párnán és ennyi matraconát is megérez egy borsószemet. Sietett, hogy közölje a hírt a királlyal és a fiával is. A leány nem csak hogy király kisasszony, de páratlanul szép is. A királyfi pedig habozás nélkül feleségül kérte, a király kisasszony pedig szívesen igent mondott, mert a királyfi nem csak szemrevaló, hanem nemes lelkű is volt. Azóta sem hallani olyan pompás esküvőről, mint amilyet ők tartottak. A krónikások szerint az ifjú királyné az apró borsószemet, amin aludt, egy üvegdobozban pársonypárnán őrizte, hiszen számára ez a borsószem értékesebb volt minden ékszernél, hiszen a segítségével jutott az ő szerető férjéhez.
Így volt, mese volt. Ha nem hiszitek, járjatok utána.